Üdvözlök ismét mindenkit, nagy szeretettel, ez itt a Kotor végigjátszásának soron következő epizódja. Már igencsak soron következett, hogy úgy mondjam, nagyon sajnálom, hogy ilyen későn jelentkezem ismét, de a lényeg, hogy nem hagytam abba, és ismét itt vagyok. Nos, hát utoljára ugye a Kashyyyknak lejöttünk a legalsó erdély szintjére, ahol nagyon rejtélyes, csúnya dolgok várnak minket, rögtön mint furcsa hangok és egy fulla. Hát nézzünk körül, nem is húznám itt az időt. Itt voltak két sztori, aha, nem tudom mik. Voltak egy sztori, itt eltűnt karakterek. Meg hasonlók, hoppá! Hoppá, az egy fénykard lesz. Jól láttam, Katarn. Csak vicc, ugye? Na, nézd, Findu kicsit megöregedett. Igen, figyelj magadra, mert a bokrokban még több, vagy a zavarban több ilyen rejtőzhet még. Ki vagy te, és mit csinálsz itt? Az első válasz. Na mi? Most akkor veled is meg kell küzdenem? Meg pedig segíts, vagy ha nem, akkor csak állj az utamból, állj félre. Ez az első, ki vagy te? Jolie Bindo vagyok. Kövess a táborra még, és akkor ott még beszélünk. Oké, okay, követlek, de előbb mondd el, mit csinálsz itt. A második ugye, fénykarat használtál a harcban, Jedi vagy? Harmadik, ki vagy te, hogy parancsokat osztogasz nekem, vén ember? Hát, ezen legyünk szemetek. Oké, okay, de előbb mondd el, mi van, így röviden. Miért vagyok itt? Nem azért, mert szerettem a Kinrát, hazott a Katarn, az a Kinrát, amit én láttam. Nem szedti a szókat. Úgy ilyen, mint valami kis rákcsaló, vagy nem tudom micsoda, harcolt a szitek ellen, és meg stb. Most pedig néz rám. Iszonyat ideges itt az a nyekelgés. Nem tudom, csak nekem ilyen hangosan meg feltűnő, vagy videón is így fog haladszódni. Na, ti nem akartok felfordulni? Ezek ilyen makik? Hát, elég érdekes. Hopp, egy hulla. Sőt. Ó! Oh. Nem is rossz cuccokkal. Nézzük csak. Ez 5 plusz 5-ös és Fire Resist. Ez volt az 5 plusz 5-ös. Hát hasonló kategória, de azért nem jobb semmiképp sem. Nem. 5 plusz 4. Hát... Ebben is vannak resistek, igen, az a gond. Meg egy fegyver volt. Igen, mondjuk Missionnek pisztolyai vannak, úgyhogy nem biztos, hogy ez... 14 plusz 2... Hát, majdnem. Hát akkor mondjuk fel plusz 2. Lehet, hogy jobb is. Á, nem, egy picit pont... Pont jobb az 5 cuccos. Jó, hát akkor ez így nem jött össze. Na, hol vagy vén ember? Idézőjelben. Igen. Bull Katarn. Akkor tényleg volt valami Katarn. Ez azért fura, mert Kyle Katarnnak hívták ugye azt, aki a Jedi Knight-ban volt szereplő. És hát egy elég fura, hogy Bükaknak is ez a név ez a név ragadt rájuk, hogy ez a nevük, nem tudom, mindegy. Azért tudnám, hogy milyen jelentés, akkor is még logikus is lenne, na mindegy. Szedjük ki ezt a cuccot először. Oké, okay, és akkor most... Hol van a Jedi fickó? Hú, remélhetem, hogy az nem az ott, de Wookie hulla sem sokkal jobb. Ja igen, Zálbárt azt hiszem most azon, hogy hol hagytuk. Most eltette a törzs. Biztos itt tékul. Csak itt láttam a furcsa cuccot. Aha, szerintem a fickó nem ide akart minket hívni, de jó lesz nekünk ez is. Mert hogy pont erre jött? Aha, pont erre jött. Jó, szuper. Mindegy, végül is már erre jöttünk akkor. Öntsünk egyet. Jó, és valahogy így kell írni, ugye?
Na. Jolly. Üdvözlök az otthonomban. Nem tudom mit csinálni, igen, helyez magad kb. Kényelembe és meg kell beszélnünk egy pár dolgot. Igen, úgy gondolom, hogy elég sok mindent tudna nekem mesélni. Ne is haragudj, de nincs sok időm. Igen, a harmadik az kicsit durvábbul nyer, az nincs időm a baromságaidra, vagy nem tudom, az mi szó szerint. Küldetésem vagyok, vagy jobb dolgom is van ennél. Én az első, igen, beszélgessünk, oké. Okay. Jó, szóval sem Jedi nem vagyok, sem a mestered, úgyhogy nyugi van. Igen, a dicső napjaim már mögöttem vannak. Talán még van, amit tehetek, érted? Bizonyára vannak kérdéseid. Hát, vannak. Össze megkérdezem, hogy tud mesélni magáról. Mit is mondhatnék? Jolly Bindo vagyok. Az öreg, őrült öreg a veszélyes erdőben. Te fénykorot használsz, Jedi vagy. Valamit mondtál, vagy motyogtál szitekről? Szitek-e a harcról? Miért száműzted magad ide? Mi az első? Jedi útját követtem, az erőnek parancsoltam, igen. Igen, ugye az már kivette részét, látod, hogy ott rossz, stb. Mindkettő végre megijesztett, stb. Nem is, jó, hogy nem ilyen dark side, sötét oldal, jó oldal, bekattan Jedi-ben találkozik végre. Szóval, igen, szóval mi sem örültnék, hogy nem egy ilyen végletes jó vagy rossz Jedi-ben találkozott. Az öreg pedig azt mondja ugye, hogy hát lehet, hogy mégiscsak tudna nekünk mit ajánlani melót? Még milyen segítségre lehetünk. Beszéljük meg, hogy miért jöttem ugye ide. Ez kicsit nehéz ügy, nehéz esetnek tűnsz, ez aggaszt engem, ugye ez az első. Második az ugye kérdezni akarok, nem az első. Talán úgy gondolod, hogy megfelelzett a sötét oldal, mi? Talán ezen gondolkozol? Több szürkét láttam, mint ugye sötétet vagy világos, ugye az árnyalatét magyarul. Többet láttam, mint a tiszta jót vagy a rosszat. Ő csak egy makacs öreg ember, aki megmondta a másoknak a hülyeségeit kb. Jó, kérdezősködjünk. Oké, de csak röviden. Magáról már mesélt, Kashyykról mit tudsz mondani? Igen, Wookiek, nem tudom mi a lényeg, stb. De vannak itt ilyen rejtett dolgok is, amik nem tudom manipulálnak kb. Vagy micsoda. Mit tudsz Csundáról, vagy mi ez? A Cerka jól tette, hogy őt tette hatalomra. Nagyon jól lepusztítja kb. A Wookiekat is, meg dolgozik, stb. Talán neki dolgozol? Csak hogy szeretné ugye tudni. Hát nem tudom az elsőt, hogy kell értelmezni, hogy hát kb. Nem örülne neki, ha így lenne. Szerintem láttál egy őrült Wookiet itt a Shadowlands-ben. Tudsz-e valamit az eltűnt Wookiee-ről, akit Rorvarnak hívnak? Szerintem annak a hulláját láttuk a másik ágon sajnos, de megkérdezem. Hát ez egy sajnálatos eset. Meg fogod itt találni Rorvort és még annál többet is. Elég sok mindent látott már. De van, amit másra hagyott, hogy kitalálja, hogy végül is mi is folyt pontosan ott a háttérben, vagy mi az egésznek a lényege. Magyarul járják utána, gondolom. Hát nem vagy túl segítőkész az első. Mit tudsz róla, őrültök és a többi? Én azaz nem vagy van segítőkész. Nem tudtam, hogy annak kell lennem. Mondja, a gyerek sok minden kidrúlhat az ilyesmiből, hogyha berásolgat az ember. Nem akar senkit se feldühíteni. Amíg nem tud emelkülni a bolygóról. Majd még erről beszélünk kb. Vagy nem tudom. Jó. Láttál egy őrült Wookiet.
Volt egy, aki megőrült a, sem tudom az mi volt, gyásztól vagy mitől, de nem őrült. Segített neki lemenni valahova. És... jó, majd megint minden magyaráz mindjárt, oké. Kérdések... van még valami? Starmapra tudsz-e valamit, öreg? Miért kérdezel ilyet? Inkább ne is válaszolj. Így van, azt most inkább leszól, hogy... bezzeg a... ugye néhány Wookie-nek a baja, az nem érdekel kb. Az nem érdekel a Jedi-ket. Bezzeg a Starmap, ugye? Na jó, tudsz valamit, öreg? Mondd el. Vagy pedig bög már ki a lényeget. Tudsz, amit mondd el, köszi. Kássék egy érdekes hely. Érdekesebb, mint sokan gondolnák. Ha csak a Celka Corporation is tudta volna, ugye. Wookieknak van egy legendája, hogy nem voltak és mindig is itt. És meg, hogy a fák is általában idegenek, úgymond. Ezt nem értem. Miről beszélsz? Mire gondolsz? Legyen egy kicsit pontosabb. Azt mondom, hogy falkálják utadat. És nem fogod megtalálni, hogy keresel a segítségem nélkül. És a segítségének ára van. Csinálj meg nekem valamit, és hadd tartsak veled, és akkor eltakarítom az utadból az akadályokat kb. Igen, az első, hogy hát megtisztelve érzem magam, segítettek egy ilyen tapasztalat valakinek, mint te. Második, miért kéne benned bíznom, mint a vénszivar kb. Miért nem csak lefizetnélek? Utána az ilyen csicskáztatásokat kb. Mit akarsz, mit csináljak? Mit akarsz, mit csináljak? A Cerka elkezdett itt terjeszkedni, azóta békén hagyja őt, békén hagyta egészen mostanáig. Egy csapat nemrég közelében táborozott le, és szeretné, hogyha eltávolítaná minden őket. Miért érdekel az, hogy itt vannak? Ugye az első válasz. Hol vannak? Hányan vannak? Miért is akarsz hozzám csatlakozni? Ez a harmadik... negyedik pedig miért nem szabadulsz meg tőlük te? Miért érdekel, hogy itt vannak? Kezdjük ezzel. Nem tisztelik ezt a helyet. Elpusztítja kb. Itt a vadon élő állatokat, meg az élővilágot. A Wookie-k azok még tudnak magukra vigyázni, de az itt élő állatok ugye már gyakorlatilag csak áldozatok. Nem tudnak magukra vigyázni egy Cerka Corporation ellenében. Oké, megpróbálok kideríteni valamit kb. Vagy tanulni ebből, hát azt mondtam, melyik értelmében mindegy. Oké. Szóval ez az öregedő, félig Jedi, azt akarja, hogy néhány kis kölyköt eltakarítsak kb. Innen, oké, elég hülye hangzik lenni az első. Jó, hát most kb. Igen, hogy ne szóljam le kb. A taskot, ez van, de... Észak-keletre van a tábor. És mondja, hogy ha azt akarta volna, hogy halottak legyenek, akkor azt már nem intézte volna, tehát ennél valami jobb megoldást kell találni. Jó, miért is akarsz ellen tartani? Gondolom, van egy hajód. Itt már láttam mindent, amit akartam. Nem elég ez. És talán a végzet majd mutat számomra valami újat belőled, vagy micsoda? Olyan fogjuk rá, sosem lehet tudni, hát érdekes. Jó, ránézek. Oké, gyere vissza. És hogy kb. Hajrá, tűnés, jó van. Na. Broken droid. Lehet, hogy a térképet is kell még használnom. Ó! Oh. Ugye, hiba történt, az elsőleges motivátorok... valami hiba. Igen, szóval itt valami ismi dumát felvett ugye a robot, és... nem egészen vágtam, mert mindegy, szóval a droiddal volt valami gond, meg aztán vártak, meg stb. Megjött az Eli, akinek azt mondták, hogy de hát megkaptad a pénzet, te kb. Állnok kígyó,
Megegyeztünk, és van lövés, gondolom lelőtték szegényeket. Hát mi történt veled? Igen, azt mondta az árus itt lent valami kb. Cuccat ezt tudnak szedni. Oké, itt van Eli, talán segíteni tud, stb. Aha, most elvek szétszerem is kiszerem belőle, amit ugye ki tudok szedni, hogy meg tudok még menteni. Au! Azt nem tudom, hogy ezzel most a nyomot azt magát kiszedtem-e vagy nem. De... Aha. Most jön, te fejlődöttek az Eli. Aha. Az az üzletelő emberke volt ugye itt, az csapta be őket valószínűleg és ölte meg. Aki ugye fent is már találkoztam. Aha, tehát ugye aki emberkit ott rabszolgaságot tartott, annak valószínűleg a társét egyszerűen csak legyilkolta, és ugye úgymond örök rabszolgaságot taszította azt az emberkét. Leszettem ugye a droidnek a fejét, és hát Metton valószínűleg az az emberke neve, aki rabszolgaságban most taszítva, valószínűleg érdekelni fogja majd, hogy mi történt. Jolly's Request, azt most kaptuk meg az előbb, igen. Jó, érdekes bizony, érdekes. Wookie hulla, na lássuk. Datapad. Jó, nézzük meg, milyen datapad. Sose találom meg itt a dolgokat, jaj, de jó. New items, igen, és akkor valami datapad. Csak hogy könnyen megtaláljam egy Natur datapad névvel, persze. És még csak ABC sorrendben sincsenek rendezve. Aha, utolsó bejegyzés. Boldog voltunk, hogy lejöttünk mindannyian. Hogy is reméltük, hogy elkaphatunk egy ellenséget, amely bármilyen formát ölthet. Nem tudom, ez most a mostani vagy nem. Kettőt veszítettünk az első napon, másik három eltűnt a következő napon. Az ellenségeink vérszúnyú nem ismer határokat. Aha, megtaláltuk Grarvar testét múlt éjjel. Legalábbis nem maradt belőle. Ha nem hagyjuk el a Shadowlands-et hamarosan, akkor attól tartok, hogy mindannyian a Faceless One áldozatai leszünk. Ez valami, nem tudom, Faceless One, ilyen arctalan valaki, valami, nem tudom. Ugye azt mondta, bármilyen formát felvett, hát elég érdekes. Az ott az öreg, és körbeértem, hogy ez egy másik karakter. Itt ott eleve nem jártam, ugye? Hát... Társaim megvannak, mentek egyet azért, hát ha... Az mint egy Wookie lenne, nem akarok rá azért fogadni, de mintha... Nézzük csak. Aha, Grarvar... nem az ötöstet találtak meg a múlt éjjel? Lehet, hogy az ő formáját vette fel az alakváltó? Vagy csak nem emlékszem Wookie-nak a nevére? Mindjárt kiderül. Hello, haver! Miért zavarsz meg, ember? Azért jöttem ide, hogy távol legyek a fajtától. Aha. A datapad szerint, amit találtam, te halott kellene, hogy legyél. Mondjuk honnan tudnám, hogy ő a... Ja, itt mondta, hogy Grarvar, oké. Okay. Egyes szám harmadik szemében beszélt magáról. Igen, a datapad szerint halott vagy. Szóval kitaláltad a kis titkomat. Nem számít. Úgyis, ha megmutatom ezt a testet, talán találhatok egy jobbat, mint például a tiéd. Hát ez tényleg akkor az alakváltó valaki, upszika. Ó. Oh. Ó. Oh. Mégis mit akartál csinálni kb. Vagy hogy valamit forgatsz a fejedben? De ez lehetetlen. Második nem versz át rólam. Harmadik, elég játékban rulán, itt az ide meghalnod. Most nem tudom, ez most tényleg az a Jedi, vagy csak ez is ilyen alakváltás. Igen, ember, ember szállt rulán, mondjuk ezt. Na várjunk, most a Jedi öreg, az valami Jolly, vagy mi volt, ugye? A rulán, na most ez ki a franc volt, hogy én ennek tudom a nevét.
Azt hiszem, hogy van-e, tudnom kéne. Hopp. Aha. Volt ugye ez a küldetésem, azt hiszem ez a bérgyilkos guildbe belépős valami, és ennek volt egy ilyen küldetése, hogy az alakváltó alient kapjam el, és nyírjam ki. Hoppá. Tök jó, totál nem figyeltem a questre, de mégis beleszaladtam. Na mindegy, ez egy vicces kis fordulat. Csak mondom ezt, hogy honnan kell tudnom egy kicsoda. Na, pörgessük, forgassuk. Na jó, ezt azért talán ne. Meg lesz egy stun első körben. Többit majd kitalálják a srácok. Nem is basztirte, inkább nyomjál valami best. Mondjuk egy force followert. Mondjuk egy force followert. Hát többi az most nem kell. Majd ezt meglátjuk, kell-e vagy nem. Nem tudom, milyen örös lesz az öreg, kiderül mindjárt. Nem úgy tűnik, hogy túl erős, csak mondjuk a... Úristen! Jó kis alakjai vannak. Nem mondják. Aztán nem igazán adta meg, úgy látom. Bastianek egy kicsit odavágott, szegény. Szegénynek, mármint. Nem a szörny a szegény. Jó, Bastian nyomjál egy healt. Aztán egy stasis-t. Én meg megpróbálok egy stunt. Mondom, stunt. Na. Na, most talán lelká volt egy pillanatra. Hát azt hiszem, nem nagyon látszik, hogy gyógyult. Kicsit erősítsünk be. Áó, kinyíri Bastiát, nem. Hé! Hey. Ne! A francba. Elszaladt egy majom formában. A szemét. Ez most tényleg szívás. Tehát most van az erdőben egy majom, aki igazából egy alakváltó alien. Király. Jó hangzik. Nem lehet ezeket elnémítani? Komolyan. Figyelom meg szegény. Oké, semmi extra srácok. Bármelyik majom lehet egy über alien. Na mindegy. Ja, volt a sima korsz, nem volt korsz. Oké, mindkettőt láttam, igen. Az is meg volt, és akkor megyek tovább. Az ott harc lesz. Az ott harc leszek a katarnok. Jaj, de jó. Lehet még így menteni? Lehet, persze. Jó. Nagyon jó. Ó, nem így gondoltam, de mindegy. Nagyon taktikusan begurtam a közepébe. Megkép lesz nyomjunk el. És force followert. Nem tudom, ezek a rezisztek adnak-e az arc ellen is, de ha inkább az armort kéne. Talán ez jobb. Aztán szerintem a nyomatom is a healt úgy sejtem valamiért. Jó, lássuk. Jó, az AK volt, ez nagyon jó. Akkor most ezt is... Ezt is próbáljuk minél kábítani. Messze adhatná kicsit több hírt, köszi. Jó, és akkor ezt itt fejezzük be. Elkezdtünk. Jó, még nem targeteltem be, oké. Okay. Gyerünk, nincs ez. Jó az a targetolás. Tök így a másikra kattintottam, és na mindegy. Befejezzük, úgy látom. Nekem már nincs erőm gyógyítani. És aztán sincs. Ott már megint 20 ezer ilyen bika. Jaj, de jó. Ez igazi RPG, ugye? Mikor le kell ölni 50 ezer random szörnyet. Nagyon jó. Nem akarok ilyen kiteket elhasználni, úgyhogy kemény leszek, és mentek egyet, és berohanok. Azt úgy kéne, hogy Missionnel behúzok egyet. Igen, választom a Nightwallort páncélom miatt.
Jó, hát ez így már. Igen. Könnyű célpont volt. Érdekes, hogy... már nem mondtam azt, hogy ezek voltak az ellenfelek. Lehet, hogy... nem a készítők által elképzelt sorrendben jöttem le ide. Bolygókra. Mindegy. Nem néztem ilyen sorrend, hogy létezik-e. Lehet, hogy igen. Nehézség szerint. Hát újra van kássik csakortok, az elején nagyon elcsolni, úgy emlékszem. Úgyhogy lehet, hogy a manán az nem adódott így hamar. Legalábbis korábbra. Kis kredit, egy kis cucc, de nem sok extra. Ott is egy holttest, talán ebből több minden kiderül. Nem igazán vizsgatapad meg semmi. Úgyhogy ez egy ilyen kis lootolós hely volt csak. Ezt szedtünk közelebb, ugye? Nem, nem, mi? Oké, szóval itt akkor három. Egy, kettő, akkor az a harmadik, hogy... jó, még melyik az, amit nem szedtem ki. Na, fene se tudja. De hát ezeket beszélnem kéne, hát ha valamelyik az Uber ellenfelem. Vagy jól játsza magát, vagy nem ő az. Nagyon olyan fog, hogy itt velük fogocskázni. Na, srácok, egy hílt valaki. Gondoltam, hogy jól fog jönni. Na nézzük, hogy ebben a sötét sarokban mi rejtőzik. A Kyle Katarn féle bikák mellett. Hú, de sokan vannak. Aha, oké, okay. Nem kell becsalni. Ott talán kettő rohan csak be egyszerre, az még elmegy. Hát igen, egyetértek missionnel. Mint láthatjátok, mi mindig nagyon taktikás harccal nyomulok. Azt hiszem vissza is vettem a nehézséget, nem igazán tud lekötni ez a harc, úgy mondjam. Nem tudok kilelni, jó, akkor Bastille vicci. Jó, több nem kell egyelőre. Wow, milyen messziről le tudtam bénítani, menő. És itt is van egy hulla, úgy látom, meg egy-két ilyen maki. Ja nem, az is egy maki a francba. Hoppá, aha. Ez talán Rulan Prolik lehet álcában, de nem vagyok benne biztos, hogyha leölöm, akkor talán visszatér az igazi formájához. Nem támadom még meg, mentek egyet. Nem akarok ártatom legyilkolni a makikat azért, hát ha kapok Dark pontot, de megtámadom. Hát... hát, így van. De érdekes, Darkside pontot kaptam, viszont ő volt az a fickó. 500 kredit? Ó! Oh. Jaj, ez a sötét oldal. Senki ne jön a sötét oldal, a gyerekek. Nem éri meg. Ha csak nem ezett az 500 kreditért, amit most éppen kaptam. És még Hullesnál be tudnám gyűjteni a Bounty-t, tehát ez még több aranyat jelentene. Hát most mivel eléggé jó oldalon álltam, egyelőre ezt most jótékonyan, ha már elkezdtem, akkor be is fejeztem és elfogadtam az 500 aranyat. Ami lehet, hogy nem egy szép dolog, de most már mindegy, ha már megcsináltam, akkor legyen így. A Bounty-t is, hát ha nem felejtem el, leadom, de igazából el fogom felejteni, úgyhogy mindegy. Meg nem is éri meg, ha az most tényleg azért visszamenni csak azért visszamenni a manára, nem hiszem, hogy megérni. Pénzzel sok mindent csináltam eddig se, talán medkiteket fogok szegetni, meg kezelkezni ezeket a shieldeket. Szóval aztán győzni fogom így is pénzzel. Így azért vettem fel az elején a gyorsan ezt a Jedis gyógyulást, nem medkiteket kelljen folyamatosan itt nyomkodnom. Talán egyébként nem ez a legjobb skill, de ilyen szempontból már praktikus. Itt már valaki járt, aki én voltam. Akkor kijövöttek a szörnyek, aha. Ez egy Wookie Corpse, mondom Wookie Corpse. Majd ti is sorra kerültök mindjárt. Na, wow! Egy-két jó cucc, meg egy Slaver kontrakt. Amivel szintet is léptem? Wow, szuper! Wookie Lost, megtaláltam a holttestét Rorvornak, igen.
Aha, a datapart kideríti, hogy a rabszolgatartókkal üzletelt. Aha. És egy ilyen lövedék is van nála, vagy benne, vagy szegényben, nem tudom, ami valószínűleg egy gyilkosája volt, az a lényeg az egésznek. Na, lépjünk egy szintet. Na, mire rakjak? Karizmára? 24-eset jól nem megkapom, nem tudom, hány pontnál kapom meg, de picit még pakolok a karizmára. Persze. Jobb gyógyítás az... Ez nincs még meg? Nem így nézett ki a gyógyításom? Ja de, már megvan, csak ilyen fura halvány. Oké, valami azt hiszem, hogy ez még sincs meg, már mindegy. Ez mi is? Master Valor, azt hiszem, amit pont nem tudok elnyomni, szuper. Még egy kettősre felnyomtam, ügyes vagyok. Ez viszont már nem rossz, ugye ez a bénításnak a továbbfejlesztése, ami Bastlának már sem megvan. Aha, ez egy ilyen domináns elme, amivel ugye ilyen plusz opciókat kaphatok a párbeszédekbe. Erősebb, mint az Effect Mind, és nagyon kevesen tudnak neki ellenállni. Nem volt ugye a droidokra. Ez nem rossz. Elgondolkodtató, hát ez a kardobást ezt hagyjuk. Istenem, hogy elcsesztem szegény karakteremet, na mindegy, tanulhatok a hibámból. Kardobás nem rakjatok, mert semmit nem ér. Inkább belepussra kellett volna raknom, vagy valami másra, na mindegy. Ugye ez, azt hiszem ez már ilyen gonosz, Dark Jedi Power kb. Ez mi is? Force Resistance. Hát ezzel is többre mentem volna, igen. Force Aura úgy szintén. A Restricted by Armor-ok azok nem olyan jók, mert azokat lehet, hogy nem fogom tudni elnyomni. Aha. Nem tudom, ezen jár a sötét pont, hogyha ezt használom. Szerintem igen. Maradjunk inkább ennél. Amúgy is a karizmán arra raktam meg a sima meggyőzésre, úgyhogy annak elégnek kell lennie. Na próbálj egy kezdő lebénító. Ó! Skillemet, úgy látszik, hogy egész jó. Baszlő már használta, szóval nem egy nagy újdonság igazából, de most már én is merőle bénító lettem. Ebből is látszik egyébként, hogy a sötét oldallal sokkal könnyebb lehet játszani, tehát az erők is úgy tűnik, hogy hasznosabbak. Legalábbis támadáshoz mindenképpen. Meggyőzéshez is van külön ugye skill. Na mindegy. Az alakváltós quest az jó volt. Jó, hogy felvettem ezt a side questet, ez itt nem tetszik. A Hansa Serka Corporation-ös tábor lesz. Na most úgy kéne megoldanom, hogy nem nyírom ki őket, hogy az öreg javasolta. Bízunk a kiváló meggyőzésemben és karizmámban, amit pont most fejlesztettem. És bízunk Mission szakértelmében, aki ugye felszed nekem az aknákat, és nem szalad bele ugye a range-be, oké. Ez a makivergődés, komolyan mondom, ez... Nem is tudom, de nyúzzának valami pockot, vagy fogalmam nincs, de... Erre kéne külön opció, de valahol is kidől. Ez nem szemes, tényleg. Jó, parancsnok, hát mindegy, beszéljünk parancsnokkal. Ki vagy te? Te is valami civil merchant, mint az a nem tudom kicsoda. Nem özetelek veled. Úgyhogy menj vissza, kerülj a felszínre. Hogyha beleszólsz itt az üzletembe, akkor neked annyi. Te vagy az, akiről Jolie mesélt, vagy ti vagytok azok. Kifizettem a docking költséget. Mit számít, hogy hova megyek, vagy kit érdekel, kinek mi köze van hozzá. Csundálod a tengerét, hogy lejöjjek. Vagy pedig te akarsz megállítani, oda megyek, ahova akarok. Mit mondjunk neki? Egyik se jó válasz igazából szerintem. Csundár mondta, hogy eljöttünk, szerintem az a bizniszenek úgyis. Neki nincs fölöttem hatalma, én a Cerka Corporation-t képviselem. Ő csak valami kis házi kedvenc kb. Kis állatkájuk, csicskájuk, aki ugye itt rendet tart a bukik között kb. Amíg nem állsz utamba, oda mész, hova akarsz.
van egy kis dolgom. Talán érdekelt egy kis meló. Ez az első, vagy kérdezek akkor pár kérdést. Mi van, ha azt szeretném, hogy elhagyd a Shadowlands-et? A következő ugye, hát csak egy cerka rabszolga tartó, vagy semmi extra, majd pedig megyek is. Kérdezzünk először. Hát, hogyha ma ideig eljöttél, akkor valószínűleg már tudsz ezt azt. Mégis mit mondhatnék neked? Hogy egy túlcsítő veszélyes. Van itt valami furcsa. Rosszokat nem tudom milyen tartó, akármilyen művetben részt vesztek-e, érdekes. Vagy tudtok-e valamit a Star Map-ről? Vagyis, illetve vagy azt keresem. Ilyet nem akarunk elkutyogni, meg amúgy sem hiszem, hogy tudnának. Meg amúgy is meg fogom találni, tök mindegy. Hogy éltek túl? Nem könnyű. Felállítottak valami, nem tudom, sugár kibocsátó, vagy hanghullám, valami csapdát, ami elüldözi a veszélyesebb alakat. Ami működik, addig biztonságban vannak. Ami működnek. Oké. Mi van még? Észreztek az operáció valami műveletben? Nem tudok erről sokat. Állatokat vadásznak le. Néhány még egzotikusabb állatnak a szerveit adják el, jól láttam. Tudom, hogy utolok, mert jó, mese. Milyen work? Van egy valami furcsa. Rajtad kívül? Ami a felragadozókon kívül, akik kinyírnak egy másik perc alatt? Igen, itt van még gondom az a Jedi, aki itt van szomszédban. Látok, hogy nem sok minden jön át a mezőn, amit felállítottak. Nem vagytok biztonságban a Blasterektől? Nem éri meg, gyorsan nőnek itt a növények, stb. És amiket feltettek, azok úgyis elérjesztik a ragadozókat. És így el lesz neki jó pár évig is kb. Jó. Általános kérdések, igen. Mesélj melóról. Néhány ember eltűnt. Ha még többet veszít, akkor be kell zárni a boltot. A takokat vadásszák, vagy tekeket, mindegy. Azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy 2-3 jól tejelő évig vadászhatja őket, amíg kevés kihalnak. Akkor van a melót? Hát nem úgy hangzik. Nem is érdekel, kipusztíthatsz az egész fajt, ez a második. Első, hogy füzet a meló. Harmadik, talán füzetet kéne, hogy nálítsalak le. A negyedik ugye, hogy nem engedhetem meg ezt a gyilkosságot, amit csinálsz kb. Próbáljuk meg azt. Jaj, de akkor ki fogom őket nyírni. Mert meg fog támadni. Nem tudom, hol a mentésem, az a baj. Nem mondjunk el semmit. Elmentem inkább, így van. Mielőtt még itt valami csúnyát csinálunk. És akkor vagy ledumálom vele, vagy ha más nincs, akkor kiütöm a biztonsági cuccokat, hát fel elmenekülnek. Jó, újra itt ugye? Hát csak nincs valami megbeszélnem, akkor azt jelenem, hogy kell húz innen. Nem értem ezt a gyilkolászást. Hát az enyek, hogy bármára megvédi ezt, hogyha kell. Én őrök, stb. Nem fél itt semmitől, engem is beleértve. Oké. Melót azt nem akarjuk, köszi. Nem vagyunk ilyenek, úgyhogy ezeket a device-okat meg lehet piszkálni. Aha. Nem férek hozzá. Egyéb metódus hozzáféréshez. Nincs egyéb metódus. Jó. Mission nem tud-e hozzáférni esetleg, vagy nem tudja feltörni. Primary functions, alternate options, nem. Oké. Sonic device. Sonic device. Ez nem az. Nem. Van ládák. Nem érdekelnek. Ó.
Szerintem szörnyek, de... Nem. Most megnézem mindenket, hát ha van valami újmond rés a pajzsom. Erre nem úgy tűnik sajnos, aztán... Talán ezt kihagytam egy másikat. Ugye azt is nem tudom. Hát... Nem tudom azt, hogy fogom megoldani. Lelkik mondanak valamit. Hopp. Akarsz, hogy beszélj a parancsnokkal? Inkább téged kérdeznek. Miért vagy itt? Miért vagyok itt? Azért, mert a parancsok azt mondta, hogy itt állja. Menj az egész. Ő csak egy őr. Vagy ezt a hülye izét őrzi kb. Miért nem tettek csak ide valami droidot, vagy valami őrtornyot, vagy valami tech-cuccot, és hagyták őt ki az egészből? Maradhatott volna otthon. Válaszol pár kérdésemre. Ha mit csinálnak ezek az emitterek? Milyen hanghullám, nem tudom milyen védő, akármit generálnak, ugye ami a ragadozók terjesztja. Nem igazán tudja, hogy működik. De hogyha ezek leállnak, akkor gáz vagy gáznak, akkor elárasztják a ragadozók a tábort. Tehát akkor csak ezek tartanak itt. Nem tudom, ez, és akkor mi van, vagy nem tudom ezt kérteni. Aha, meggyőzés. Tehát, ha valaki leállítaná őket, akkor elmehetnél. Erő meggyőzés. Mesélj arról, hogy lehet leállítani őket. Harmadik a klasszikus módszer. Talán segíthetnél leállítani őket. Mondjuk 200 kreditért cserébe. Vagy kérdezgetni akarom, hát az most kiesik. Sima meggyőzés. Próbáljuk meg. Nem igazán akarok itt lenni, azt tuti. Úgyhogy szerintem elvétre ezt a kódot és lelőheted kb. Őket. Igen, hogyha eleget lekapcsolok, akkor itt el kell jönni a tábor, de ő nem marad nekünk semmit. Kiváló. Na. Kiváló, kivéve a fizikát, igen. Mondj minden kiváló. Na, akkor... És mi van? Azt hittem, hogy kaptam kódot, öreg. Milyen kódnat available? Mi van? Mi van? Na, hogy csak ezt tudom leállítani, vagy most mi van? Aha. Beírom a kódot. Egy cusz leállt. Minden őrt külön meg kell győznem. Jaj, nem már. Jaj, de gogyi. Akkor szembe beszél a parancsnokkal, igen, téged kérdezőnek, igen. Mesélj az emitterről. Ugyanaz a szöveg, megint meggyőztem. Hát ez csodálatos, ezt olyan sok értelem volt beletenni, komolyan mondom. Aha, lelőttem még egyet. Micsoda? Hoppá! Illetve az valami csúnya futás. Hát ennyit a táborról, köszönjük Cerka Corporation. Akkor most már ki lehet fosztogatni a ládákat, így van. Erre vártam. Most már nem szól rám senki. Vágjuk fel, ez az. De miért hagyod abba? Mindegy. Wow. Jósó cucc, meg alkatrész is, ez tetszik. Feltörés, sikeres. Wow, jó sok fegyver. Tak Gland. Hú, ez valami szerve, vagy nem tudom, micsoda azoknak a lényeknek. Fú, mennyi hülyes cuccom van. Inkorszor text már prenetik, produce a powerful stimulant. Aha. Valami stimulást lehetne belőle csinálni. Tehát magyarul ilyen harci drogot nyomok kb. Ki szegény lényekből. Elkenő light armor. Az jó. Mert az jó típusú cucc. Kérdés, hogy... Aha, nem jobb, mert ugyanaz alaptípus. Nem jobb, de egész jó. Mindig. Oké, ezt mi sorát bízzuk. Örekezz majd ugye visszamehetünk, mert most a cerkát eltökítottuk, de... Hát nem is tudom, hogy kéne. Visszamegyek most az öreghez. Végigmenjek itt, ami valószínűleg már elvezet a Star Maphez. Menjünk vissza az öreghez. Tudjuk le azt a részt most.
Hagyjuk a végére az igazi mókát, úgyis közel van az öreg elvileg. Azt hiszem. Na, jó, hogy nem került pénzbe az őröket meggyőzni. Nem örültem volna neki. Na, egy gyógyulást nyomjunk, srácok. Most volt egy kis erőm is hozzá. Na, nem öltem le ezeket a szegény lényeket, de így is lett belőle cuccom, ugye, stimuláshoz. Meglátjuk, hogy el tudja valaki készíteni. És arra volt igaz az öreg. Na, visszafele vezetett volna a jobb oldalon. Hello, bello, hol vagy öregem? Csoli. Nos, szerencsére jártál. Megtetted, amit kértem? Igen, kb. Ugye... Igen, yeah, miért szerintem, hogy lehet ezt jól fordítani, minél szóval... bizonyosát tettem, ilyen hülyén tudnám mondani, igen, de mindegy, szóval lényeg az, hogy elintéztem, hogy eltűnjenek ezek a fickók. Igen, éreztem rajtad, és hogy nincs rajtad a halál nyoma kb. Úgyhogy megkímélted őket? Érdekes. Jól van, oké, átmentem a kis teszteren, ez a második. Első, nem lett volna semmi értelme megölnöm őket, lényeg az. Biztos, hogy benne? Hogyha a környezet tudna beszélni, hát más mondana. Nem számít. Hát basszus, nem ő mondta, hogy ne öljem meg őket? Nem hiszem el. Hogy rosszul értettem volna, mindegy. Akkor segítesz végre megtalálni a Star Map-et? Azt mondtad, hogy valami akadályokat le tudnál győzni. Úgyhogy el tudnál vinni? Aha, akkor ez lesz a zsák utcába, valószínűleg amit majdnem elindultam megnézni, és jól megszívottam volna magam, oké? Tudom, hova akarsz menni. Át tudlak ott vinni, a régi utakon, vagy ösvényeken. Az erdő sok furcsa dolgot rejt magában. Ott egy cerkó valami mező is, ugye, ami a tunkatája. Keletre a tábortól láttam, amikor telepítették, és tudja, hogy kell kijátszani. És hát ilyen ősi dolgoknak a válasz lehet ott. Talán egy Wookie is, akit keresek. Reméli, hogy lesz, olyan hangulatban lesz, hogy fogadjon látogatókat. Jó. Jolly csatlakozott a partiba, és úgy érzem, hogy muszáj vinni. Úgyhogy ezen a ponton, akkor sorry mission, de ebből Bastille lesz, úgy érzem. Ja. Hát mégse. Ugye, hogyha Bastille-t viszem, akkor semmit nem fogok tudni kilootolni. És Jolly személyében már lesz egy Jedim. Úgyhogy akkor mégsem. Sorry Bastille. És Johnny meg is lépte a szintjeit, illetve most éppen meg vele. Utána neki computer use-t, aha, felét, adjál már. Awareness meg 3 injury, aha. Ja, akkor nem, oké. Okay. Utána lesz neki, force shield. Hát végül is, jó. Még egyet. Utána lesz neki, wisdom. Az Johnnynek jó lesz, oké. Okay. Computer use, hagyjál már computer use-ot be. Street Angel, igen. Burst of speed, se jó igazából. Az ilyen erőket tőlem elosztogat, hogy computer use, na jó, feladtam. Feats, advanced Jedi defense, ez nem hangzik rosszul. Ha plusz 3-at kap minden blaster elleni dobásra, az nagyon jó. Az kifejezetten tetszik. Powers. Wow! Kettő ilyen. Pörgető, forgató, labirintó, kemény erőt választott, ez Bastille-nek is van. Ismerjük, szeretjük. Awareness. Hát nem is tudom ezt. Az ilyen hidden objekteket felfedez, de az elég igazából egy valakinek is. Awareness, Thronizer. Na erre ne rakja előre. Köszi. Bármi másra csak erre ne. Tudom, amit fejleszteni. Ezt tudná, vagy ezt. Vagy egy újat felvenni. Neki lehet dark cuccokat adni, mert ő nem úgy játszik, mint én a főkarival. Ez mit csinál? Ez wound. Aha, megsebzi.
damage. Aha. Dob utána próbált, ez ilyen fájdalom kb. Nem tudom, megsebzés. Toxic power. Slow. Fear. Shock. Nem, shock. Nézzük az öreget. Mit tud csinálni vele? Jó, ezt már meg se kérdezem, hogy mire akar rakni. Jó, mostantól se fogom megkérdezni. Nagyon jó. Shock. Ja, hát na, ne szórakozzál. Még mindig van, nagyon jó. Víznomra rak. Oké. Street injury. Köszi. Master Sense, Master Force, Focus, Master Jedi Defense. Nagyon jó. Hát akkor már rakjuk fel az Uber Force Armort, mert bármit lehet még. Aha. Ez a droid, ezért sem rossz. Legyen ez. Hát az öreg ez már most jobb, mint az én karakterem valaha lesz, nagyon jó. Erőjünk neki. Bershield, mit? You gain new powers, tehát még egyet. Jó, nézzük csak. Ez mi? Real life, wow! Nem hangzik rosszul. Megint rakhatok egyet. Rénlásra sajnos nem lehet. Ugye leszedi, ilyen debuff kb. Leszedi az áldásokat az ellenfélről, jól látta. Egy gyógyítás. Nagyon ez ilyen szemetebb az űrge. Jó, és nincs több szint, amit tud lépni. Oké. Ez érdekes volt. Meglátta a klónját az öreg? Semmi gáz. Na, azt mondja, awareness, will. Ó, egyértelmű. Demolitions, hát ezt hagyjuk inkább. Megint ott tartok, hogy a shieldekben csak így überek maradtak, nagyon jó. Can I shield, tragic arms. Most amik, mit tudom én. Reflex, resistance. Fortitude, mind affecting, fortitude 3. Legyen Mind Affecting Immunity. Hoppá. És szerintem egy kezes kard dokhoz ért. Úgyhogy nem adunk neki másikat. 3-17-15. Aha, sokkal kisebb magasítóval. 13-15-17-15. Jó, hát ez... Kipróbálom, de aha, leveli a magasítót elég jól. És armor 2 plusz 8 3 plusz 8, na nagyon jó. És akkor elég leszedi a barriert, meg minden jót csinál nekünk, és akkor arra megyünk tovább. Azaz nem arra, hanem nem erre vissza, így van. Oké, és jó fele megyek, elég jó fele. Szegény Joel-nek a nevével annyi ócska viccet lehetne elsütni, de inkább egyiket sem sütöm el. Eddig sikerült elállni, akkor most már menni fog. Na. Tábor, igen. És akkor azt mondom, hogy mentünk egyet. Na és akkor én azt mondom, hogy innen folytassuk legközelebb, úgyhogy akkor megnézzük, hogy hol van a Star Map, milyen ősi titkokat rejt a Kashyyyk bolygó, és úristen, Jolly, hogy néz ki ebben a szemüvegben. Lehet, hogy beszélek is velem, mondd pár szót esetleg, na mindegy, erre a részre akkor ennyit, innen folytatjuk legközelebb, addig is sziasztok!